Én el tudom mondani, hogy miről szól. Miről lenne amúgy? Hát arról, hogy az Eleanor teljesen jól van. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olyan videó lesz, amiben olyan könyvekről fogok beszélni, amik megvannak itthon, de nem nekem, tehát valakinek másnak a családból, és jelenleg a házban tartózkodik az adott kötet, és el szeretném olvasni. Ezt a videó típust én annó úgy neveztem el, hogy az olvasatlanok, és ebből volt két videó, amiről nemrég csináltam ráadásul ilyen reakció videót, amiben összegeztem, hogy mi az, amit eddig elolvastam, és mi az, amit eddig nem így nem. És eszembe jutott, hogy igazából akár csinálhatnék is neki egy harmadik kört. Ugyan már van molyos polcom, amire gyűjtöm azokat a könyveket, amik nem egészen az a kategória, hanem azok, amik megvannak tesómnak, Emmának. És azokat akarom elolvasni, tehát hogy így tudjam, hogy már neki most két helyen vannak a könyve, és tudjam, hogy mi az, ami itthon van, meg nála van, és mi az, amit el akarok ezekből olvasni. És akkor most összeszedtem, ami megvan neki, itthon tartja, és megvan anyáiknak, és szintén itthon tartják, és hogy ezek közül mik azok, amiket el szeretnék olvasni valamikor, közeljövőben, távoli jövőben, akár mikor, amikor ráérek, vagy kedvem tartja. Nyom, kezdjük is! Az első könyv a kupacomban az a Szirmokba zárt szavak Holly Ringlandtől. Ez a könyv, ezt azért szeretném igazából elolvasni, mert BookTube könyvklub közös könyv volt. És azért valamennyire érdekel, nem azt mondom, hogy nagyon érdekel, de egyszer lehet, hogy el fogom olvasni. Már csak mert szép a borítója is, meg a lányok tök jó dolgokat mondtak róla. A kibeszélő előtt így lehetséges volt, hogy én is elolvasom, csak aztán nem olvastam, mert sok lett volna. Apa meg nem nagyon szerette, úgyhogy nem tudom, majd egyszer valamikor szeretném azért sorra keríteni, hogy mégis mit tud. Következő, ez Tom Hanksnek azt hiszem önéletrajzi kötete. Az Uncommon Type, ez talán le is van fordítva magyarra. El mögött annyi az indoklás, amit szeretem Tom Hanks-t. Következő, erről a könyvről őszintén semmit nem tudok. Mármint, hogy nem emlékszem, hogy mi ennek a sztoria. Viszont mindig nézegettem a polcán, hogy szép, tetszik. És el szeretném olvasni, ez az Eleanor Oliphant is Completely Fine, Gail Honeyman-től. Nem tudom elmondani, miről szól ez a könyv, de annyira igazából megfogott a címe is, meg a borító is, és nagyon birizgálja a fantáziámat, hogy vajon mi lehet ez a könyv, és ezért szeretném elolvasni. Én el tudom mondani, hogy miről szól. Miről lenne amúgy? Hát arról, hogy az Eleanor teljesen jól van. Nem, amúgy tök jó. Jó. Ilyen kis izé. De amúgy ilyen hosszamnak tűnik a leírás alapján. Mint egy majd el lesz olvasva. Kár, hogy ilyenkor nincsen ilyen kamera feléd állítva, mert nagyon vicces volt, hogy kibukkantál az ajtó mögül. Következő, a Tolvajok tele, ami mögött szintén az az indoklásom, hogy BookTube könyvklub közös könyv volt, és az benne a vicces igazából, hogy én először nem vágtam le, hogy nekünk ez a könyv megvan, és csak valami Emmával valahogy beszélgettem, és akkor mondta, hogy neki ez megvan, és akkor néztem, hogy csak... Ugye magyarul az a cím, hogy Tolvajok tele, angolul meg, hogy City of Thieves, és ez összezavart, mert azt hittem, hogy ez két külön könyv. De nem, úgyhogy ez megvan nekünk, úgyhogy majd egyszer emiatt szeretnék sort keríteni rá. Nagyon sok könyv, ami várólistán van, az olyan, hogy volt BookTube könyvklubos könyv, csak esetleg nem jutottam el oda, hogy azt is olvassam, mert az sok lett volna, hogy egy hónapban többet. Következő egy klasszikus, ami a Ne bántsátok a fekete rigót, szerintem ennek nincs sok, vagy nem kell hozzá sok indoklás, ez egy kultikus könyv, szóval el kéne, vagy hát el szeretném olvasni emiatt. És meg is van ráadásul, úgyhogy... Mert hirtelen azt hittem, hogy ez magyarul van, de angolul van. Na mindegy. A következő az olyan szempontból tojás, hogy azért van jelenleg a háztartásban, mert én kölcsön kértem, csak még nem olvastam el, mert keresem hozzá a lelki erőt azért. Ez pedig a Maus képregény. És ugye ez holokauszt. Megemlékezős történet per önéletrajzi, azt hiszem. És ehhez most még nincs lelki erő, majd... Valamikor, hogyha kicsit úgy érzem, hogy elbírja a lelkem a holokauszt témáját, akkor el fogom olvasni, mert ugye képregény, tehát nem tart sokáig. Egyébként én ezt egyszer elkezdtem, beleolvastam az elejébe, csak sose fejeztem be. És nem tudom, évelején volt vele valami dráma, hogy valahol be akarták tiltani Amerikában, és akkor így emlékeztem rá, hogy
tényleg ez megvan a családban egy embernek, úgyhogy kölcsönkértem csak. Azóta is a polcomon van és várja a sorát. De ezt tartom legvalószínűbbnek az egész kupacból, hogy először el lesz olvasva. Ezek Emma vonalán voltak meg könyvek, a következő pedig, ami konkrétan megvan itthon a anyáiké gyakorlatilag. Első az Unorthodox, ezt még én adtam anyának, azt hiszem karácsonyra talán. Ez is non-fiction könyv, Deborah Feldmantól. Sőt, ennek aztán most jött ki a második része, és majd egyszer, hogyha erre is érzek lelki erőt, el szeretném olvasni. Sőt, ebben most már talán valami film, adaptáció, vagy valami is van. Meg tök sokat elém kerül ez a könyv, szóval már csak azért is el szeretném olvasni. Ez hát nem elég jól összefoglalja az alcím, hogy hogyan fordítottam hátat a haszit közösségnek. Erről szól. Aztán a Sosem voltunk boldogabbak Claire Lombardótól. Ebből az a poén, hogy ez konkrétan megvan itthon két példányban is, mert ezt anyának vettem magyarul, és Emmának megvan angolul is. Most olvasta apa is, azt mondta, hogy jó, az egyetlen, ami kicsit megrettent ebben a könyvben, ez egy családregény. Jézusom, mit csináltak ezzel a könyvvel? Nem vigyáznak ezek a könyveikre. Szóval az egyetlen, ami megrettent, az, hogy 700 oldalas. És Emma is azt mondta, jó, úgyhogy ha már Emma is, anya is, meg apa is azt mondja, hogy jó, akkor az olyan, hogy meg kell vele nekem is majd próbálkoznom, ha éppen egy fél téglát szeretnék elolvasni majd. A következő Rain Denfield-től az Elvarázsoltak. Ez most nem tudom, hogy nekem volt-e már alapból is várólistám vagy sem, de tudom, hogy körözött a radaromon. Igen, azért, mert lovak vannak a borítóján, és ezt igazából megvetettem apával könyvhéten. Ez egy szépséghibás példány volt, már itt látszódik a lovakon, hogy kopottas, vagy ilyen fura rajtuk az aranyozás, de amúgy ennyi hibája volt a könyvnek, és egy ezresért itt teljesen megérte. És apa ezt már olvasta, és azt mondta, hogy nagyon jó, és továbbra is vannak lovak a borítón, aminek valószínűleg semmi köze a sztorihoz, de engem ezzel meggyőzött, hogy el akarom olvasni. Szigorúan őrzött börtön halál során rabkoskodó fogoly egyedüli meddig. Jó, ez vidám könyv lesz, nagyon. Következő, Tamara Ireland-Stone-tól a Clique, és ez szerintem egy régi könyv, mert én úgy emlékszem, hogy ezt annó, mikor én így elkezdtem könyvmolykodni, akkor könyvesboltban láttam. Miért nem írják bele az évszámot? Ez olyan idegesítő egyébként, tehát ez ilyen könyvtáros betegségem lesz nekem is, hogy nagyon idegesítő, mikor nincsenek benne a kiadási adatok, ami ráadásul kötelezően megadandó egy katalógusba bevitelkor, és nincs rajta, basszus. Szóval a lényeg az, hogy ezt apa zsákba macskázta. És azt mondta, hogy jó, meg mondom, nekem is így voltak emlékeim róla, ez valami ilyen ifjúsági regény, szóval könnyed, meg élvezetes. A legtöbb könyvünkről egyébként így általában nem tudom, hogy így miről szól, csak így, már megint sokat így ezek. Szóval nem tudom, miről szól, de igazából a legtöbbször úgy, hogy ha már megvan, meg apa olvasta, és azt mondta, hogy jó. És bár apában nem szabad mindig bízni, ifjúsági regény terén talán lehet. Másik zsákmacska kötet, a The Bells, a szépségára Daniel Claytontól. Ez a könyv egy időben nagyon sokat volt Instagramon, nagyon sokat láttam szerintem, mikor külföldön megjelent akkor. És ez azt hiszem egy disztópikus világ, ahol hát ilyen szépség bemutató versenyszerűséges, hogy beköltöznek valahova ezek a lányok. Kicsit úgy érzem valami olyasmi, mint a Párválasztó, csak talán ez véresebb, vagy valami ilyesmi van vele. De nem olvastam a Párválasztót, csak annak a koncepcióját tudom, és úgy érzem, hogy az is hasonló ehhez. Úgyhogy ez nagyon sokat volt előttem Instagramon is, és le is mentettem. És azt hiszem, talán nem jutottam el odáig, hogy utána nézzek, és most vagy rajta van angolul a várólistámon, vagy nincs. De tudom, hogy nagyon sokat nézegettem ezt a könyvet, és felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy ezt is el szeretném olvasni. Most azt nem tudom, hogy ez vajon sorozat-e, vagy csak ez az egy része van. Magyarul tudira csak ez az egy része van. Utolsó alatti könyv ebben a listában az M.I. Tarantától a Telmesternők könyve, és egy van tőle már nekem is egy könyvem, az A tiltott álmok városa. Finn szerző. Zsófi is mondta, hogy nagyon jó. Illetve anyáik is mondták, hogy nagyon jó. Úgyhogy igen, és akkor végre olvasnék Emily Tarantátom, mert még a Tiltott Álmok Városát se olvastam. Ígéretesnek tűnik egyébként. Jó, és az utolsó igazából ebben a listában, az mondhatni két könyv, de csak az első részét hoztam ide, mert amíg nem olvasom az első részét, úgyse olvasom a másodikat, bár nincs közel a kettőnek egymáshoz. Mármint úgy, hogy nem kell az első a másodikhoz. Ez az Így szerettek ők, Nyári Krisztiántól. Nem vagyok oda,
a magyar költőkért, főleg nem a régiekért, de emiatt én abszolút az oktatásunkat, az iskolai rendszerünket okolom. Viszont ez a könyv azért érdekel, mert azért mégiscsak a kis mocskos szerelmi ügyeikről van benne szó, jó, nem feltétlen mocskos, de hogy... Szóval a szerelmi ügyleteikről szól a különböző költőinknek, ami valljuk be érdekes koncepció, ami szerintem egy átlag tanulót is jobban érdekel, mert én emlékszem, hogy valamelyik kötetet be is vittem az egyik, valamelyik költőnél bevittem ezt a könyvet a suliba, és talán még olvastam is fel belőle, hogy valahogy szó volt valakinél, nem tudom, hogy Adi volt talán, vagy valaki más. Mindegy, szóval ez engem abszolút érdekel, és talán ezzel kicsit közelebb kerülnék az egész magyar költészethez is, mert így nagyon úgy érzem, hogy távol áll tőlem, meg elidegenítették tőlem ezt iskolában. Viszont ez érdekel, és megvan mindkét része nekünk, úgyhogy egyszer talán. Csak úgy egyet-egyet elolvasgatni is el lehetne belőle akár, tehát, hogy nem is tűnik olyan, tehát nem olyan nehéz olvasmány, mégiscsak azért non-fiction is, úgyhogy ezt egyébként már régebb óta kinéztem, csak mindig így, mégse, de azért szeretném. No, hát akkor ez lett volna ennek az olvasatlan könyves, mondjuk az, hogy videósorozatomnak a harmadik része. Fogalmam sincs, mikor fogok ezekre a könyvekre is sort keríteni, mert a saját polcomon is annyi van, amire sort kéne keríteni, de a pánikomat még jobban tudja nevelni, hogy úristen, itthon is mennyi könyvünk van, amit el kéne olvasni. De se baj, szóval ezek tényleg azok, amik jelenleg itthon tartózkodnak. Ezen kívül még Emmának például van nagyon sok könyve, amit el szeretnék olvasni, csak nála van, úgyhogy azokat most nem hoztam ide, de van egy egész molyos polcom hozzá, úgyhogy igen. Aztán majd nem tudom, egy-két év múlva lehet erre is csinálok egy ilyen reagálós videót, hogy ugyan azóta mennyit olvastam el ezekből. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!